Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai videóban a Retro Istria Express vonat belföldi kocsijainak egyikével fogunk utazni Veszprémig, aminek egyébként a vonat nem egy személyvonat, de mivel a Retro Istria Express vonat egyébként úgy megy, mint egy IC Veszprémig, tehát ugyanazok a megállási helyek, ezért inkább foglaljuk össze, figyeljetek. Tehát ugye van a Retro Istria Express vonat, ami Ajkáig úgy megy, mint egy IC, sőt, volna még gyorsabb is, mint egy IC, de Veszprémig még pluszban vannak rajta halbi kocsik is, amelyek hivatalosan személyvonatként közlekednek. De most foglaljuk össze. Tehát ez egy Retro Istria Express vonattal egyesített személyvonat, ami igazából olyan gyors, mint egy göcse IC. Na, de most, hogy vége ennek az elképesztően hosszú és bonyolult intrónak, végre megkezdhetjük az utazásunkat Veszprém felé. A nyugatiba Z70-essel megyünk, onnan pedig átmetrózunk a délibe, és felszállunk a vonatunkra. De ugye mivel ez a járat IC menetrendben közlekedik, ezért a vonatkeresztjei is ugyanott vannak, ahol az IC-knek. Ez Csór-Nádasladány. Ez pedig már Várpalota. Egyébként valamennyire sikerült felvennem a vonatot, ahogy kiment, ugye már csak az express vonati rész, mert a halbikat Veszprémbe lecsatolják, de hogy Veszprémbe sikerült valamennyire felvennem, ahogy kiment ez a vonat. Nem lett életem legjobb felvétele, de hát szerintem ezen senki nem csodálkozik, mivel korom sötét van. Úgyhogy ha esetleg ez majd titeket érdekelne, akkor a videó végét is várjátok meg, még a kiköszönés utáni részt is, mert a videó végére lesz bebigyeztve ez a felvétel. Mondom, nem a legjobb felvétel, amit valaha láttatok, de ha esetleg érdekel, akkor nyugodtan megvárhatjátok. De köszönöm, ha megnéztétek, remélem tetszett a videó, amennyiben igen, kérlek, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!